Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy beszólítsam meghívottunkat, Szaniszló Ferencet. Tompazi Mihály és Litya László a Grassalkovics Művelődési Házban Szaniszló Ferenccel beszélgettek, akit nagyon sokan a Magyar Televízió Egykori Panoráma című műsorából ismernek. Jelenleg pedig az Echo TV-n a világpanorámát vezeti és szerkeszti. A magyar televíziós újságírás talán egyik legmeghatározó személyisége pedig nem csak a képernyők elé vonza az embereket, a közéleti szalomban is sokan voltak rá kíváncsiak. Rögtön az este elején megtudhattuk, hogy pályafutását a Magyar Hírlap moszkvai tudósítójaként kezdte, hiszen az orosz fővárosban tanult. Szaniszló Ferenc azt mondja, akkoriban feltűnő volt az igazmondás, ő pedig teljes őszintességgel írt az ottani rendszerről. Ahogy fogalmaz, a tehetségét és a tudását értékelték, és nem a pártállását. Sugár András figyelt fel rá, első televíziós anyagát pedig éppen 25 évvel ezelőtt készítette, Afganisztánt megjárt szovjet fiatalokkal beszélgetett. Attól függetlenül, hogy készült olyan tudósítása, amelyet nem adhattak le, Szaniszló Ferenc mégis azt mondta, hogy a Szovjetunióban nagyobb volt a sajtószabadság a 80-as évek végén, mint hazánkban. Az első anyagom, ez azért lényeges, mert mostanában sokszor visszaemlékezem rá, az körülbelül, tehát 1987. november végén készült, úgyhogy annak pont 25 éve most. És Afganisztán megjárt szovjet fiatalokkal beszélgettem, mégpedig ez akkor ott még tabu téma volt, de már úgy engedték, mert hogy Gorbacsov már készült a kivonulásra, de nem volt ez egy beszédtéma. És ezek valami klubot hoztak létre, összejöttek négyen, öten, ilyen komor, háborút megjárt fiatalok, és hát ott beszélgettek, és hát nekem is nyilatkoztak, még ilyen régi filmes kamerát használt az operatőr, ugye, ami ma már csak múzeumban látható. És hát erről szólt, ez egy rövid tudósítás volt, de annyira újdonságnak számított még akkor Afganisztán megjárták, ki se lehetett ejteni a szovjet, mint ahogy Olaszországban mafia szót nem lehet kiejteni, ugye a Szovjetunióban akkor Afganisztán nem lehetett. És na hát ez volt életem első televíziós anyaga. Ez az akkori hét ment le, az egy nagyon rangos televíziós műsor volt, Sugár András volt a főszerkesztője, és hát ugye nem gondoltam volna, hogy 25 év távlatából, hogy most mi vagyunk Afganisztánban, és körülbelül ugyanígy kell beszélni Afganisztánról, mint akkor a szovjet korszakban a szovjetekkel. És ugyanaz a sorsunk körülbelül, mert arányában ugyanannyian haltak már meg magyarok, mert ugye több tízezer szovjet katonállomásodott ahhoz képest, sőt, százezrek összességében, ahhoz képest halt meg 15 ezer, azt hiszem. A magyar meg eddig azt hiszem 3 halt már meg, de hát egy kis kontingensből. Szaniszló Ferenc elmondta, hogy az őszintesége miatt haladt sokszor előre az életben, az egyetemi felvételén is segítette, valamint a Dilszá fronton. Ugyanis háborús tudósítóként is dolgozott, itt azonban nem csak igazságérzetének vette hasznát, hanem a kötelező katonai éveknek is, mert aknászként hatékonyan tudott közlekedni az aláaknázott területeken is. A külpolitikáról és a magyar történelemről is beszélt. Véleménye szerint a szeptember 11-i eseményeket megrendezték. Az épületeket belülről robbantották fel, azért, hogy az új világvallást, az antiterrorizmust rákényszerítsék a világra. Ezért azt is kiszámolták, hogy hány ember halhat meg, egyedül a tűzoltók tragédiájára nem számítottak. Hangsúlyozta, hogy jelenleg Magyarország saját kirablóival van egy táborba, és hazánk a török megszállás alatt sem szenvedett annyit, mint most. Hozzátette, Oroszország lehet az egyetlen szövetségesünk, a többi Európai Uniós állam csak Antant és NATO kreálmány. Arról is beszélt, hogy Magyarországnak különleges a történelme, hiszen minden nagyhatalom, amihez hazánknak köze volt, felbomlott. Példaként említette a Habsburg Birodalmat. Ezt több nép is felismerte, elmondta, hogy a tatárok is ezért ijedtek meg a magyaroktól, és nem kánválasztás miatt tértek haza, és a törökök is ezért vonultak ki hazánkból, még Hitler is fért a magyar néptől. Hát Hitler óckodott tőlünk, majd egyrészt gyűlölt bennünket, tehát egy nagy, az egy duma, hogy Hitler nagyon tisztelt bennünket, mert félt tőlünk. Ő nem akarta, hogy részt vegyünk az ő háborúiban. Ő kihagyott mindenből, még a Szovjetunió elleni háborúból is, mert nem vette bele a Barbarossa tervbe, pedig mi határosak voltunk akkor már, ugye miután a szovjetek lenyelték Lengyelországnak ezt a részét, mi határosak voltunk a Kárpátokban a szovjetekkel, de Hitler kihagyott bennünket. Tudta jól, hogy a magyarság, ha valamibe belép, akkor ott nem marad semmi meg.
Mesterének Sugár Andrást és Krudinák Alajos tekinti. Hozzátette, mindig a véleményét írta le, és közvetítette a sajtóban. A szocialista kormány azonban ezt nem hagyta, elbocsátották a televíziótól, így másfél évig munkanélküli volt. Azt mondja, most az Echo TV-nél azt csinálja, amit igazán szeret.